A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Széchenyi Terv Plus program keretében rendezték meg Mezőfalván Nagy Sismándon a Szántóföldi Termesztési Technológia Fejlesztése Növénykondicionálással című projekt konferenciáját. Meg vagyok döbbenve, mert látom azt, hogy nem csak belülről lehet itt a feladatokat érzékelni, és föl lehet készülni arra, hogy a külső körülmények milyen kötelezettségek irányába ötödik az agráriumot, elhangzott az ipar 4.0, megjegyzem, hogy már az ötös ponton is gondolkoznak, tehát már vannak ennek is előszelei. És látszik az, hogy meg kell változtatni a hozzáállásunkat az agráriumhoz, és az agráriumnak is bizonyos szempontból idomulni kell a külső körülményekhez, elsősorban természetesen a klimatikus változásokhoz, egy kicsit a politikához is, de egy biztos, hogy a tudománynak a mai állása előbb-utóbb óhatatlanul nagyon mély nyomokat fog hagyni a gazdálkodásban, és aki csak úgy képzeli el a jövőjét, hogy a hagyományos módon fog termelni és dolgozni, az egész biztos, hogy le fog maradni. De itt ettől most nem kell tartani. Látom, hogy mindenki érti, hogy milyen feltétlenül fontos dolgokat kell meglépni, hiszen ezért is nyerhetett ez a projekt, és azt gondolom, hogy egészen magas szintű döntés született ebben az ügyben, és úgy gondolom, hogy jó helyen volt ez a döntés, ugyanis egy olyan komplex megoldás körvonalazódik, amire azt kell mondjam, hogy egészen biztos vagyok, hogy európai szintű gondolatvilág. Egy annyira komplex megoldásban próbálunk előrelépni, ami még nem jellemző. Hogy miért nem, azt megpróbálom elmagyarázni. Előzőleg már hallottuk, hogy kik vesznek részt, mint konzorciumi tagok ebben a történetben, de nézzük meg, hogy mit is kell csinálni. És egyébként azt megjegyzem, hogy mi nem vagyunk agrárszakemberek, de azt érzékeljük, hogy hol van a mi helyünk az agráriumban, és ennek mentén próbálom kicsikét ismertetni a dolgot. Ez egy olyan ábra, amit mi alkottunk körülbelül 4-5 évvel ezelőtt, amikor aktívan elkezdtünk az agrár gondolatokkal foglalkozni. Jól érzékelhető módon az a célunk, hogy a növény jól érezze magát ebben a történetben, és tulajdonképpen akkor fog egy egyensúlyi, egészséges állapot kialakulni, hogyha a természeti tényezők, illetve itt van a természeti tényező és a mesterséges tényezők harmonikusan együtt tudnak működni. A természeti tényezőket ugye nem nagyon tudjuk befolyásolni, ez évszakonként, évenként, akár évtizedenként változik, ennek a kárvallottjai vagyunk egyébként, ugye a mostani klimatikus változások miatt. Tehát ez azt jelenti, hogy az, amit mi megszoktunk, de még ennél is fontosabb, hogy a növények megszoktak, az meg fog változni, tehát valahol nekünk embereknek segítenünk kell abban, hogy a kellemetlen változókat kiküszöböljük, és ezért a mesterséges tényezőkkel próbálunk segíteni. Ennek a részleteit most hagyjuk, de egy dolog biztos, hogy foglalkoznunk kell, nem hagyhatjuk magára a növényt. Egy nagyon fontos dolog, hogy a növényi élettér az ugye két lábon áll, a felszín felett a légtérben, és a felszín alatt a föld területében. És ez azért nagyon izgalmas dolog, mert az utóbbiról az elmúlt évtizedekben nem tudtunk meg annyit, mint a földfelszíni változókról, tehát van mit tennünk azokkal a tényezőkkel, amik egyébként meghatározzák a növény egészségügynek a helyzetét. Egy biztos, hogy nem csak az iparnak, hanem a mezőgazdaságnak is be kell tagozódni, hogy adat alapú gazdálkodással foglalkozzunk. Tehát nem úgy megy, hogy föltesszük a kezünket és azt mondjuk, hogy mána kimegyünk szántani, vetni alatt és a többi, hanem ezt számokkal, tényekkel alátámasztott módon kell megtervezni és elvégezni. És ilyenkor az a divatos jelszó is elhangzik, hogy precíziós gazdálkodás.
Nekem ezzel az a bajom, hogy a precíziós gazdálkodás ma még egy historikus adatokból táplálkozó rendszer, ami azt jelenti, hogy csinálok valamit az agrárium érdekében, aztán majd annak hatása lesz, és akkor utólag jó megnézem, hogy mi történt előtte, mit csináltam előtte, és talán elgondolkozunk azon, hogy ha legközelebb csinálunk valamit, akkor majd mit kell tennünk annak érdekében, hogy jobb legyen a dolog. Egy biztos, hogy a jelenlegi precíziós gazdálkodás az egy historikus követő rendszer, és itt fölmerül bennem a dolog, hogy lehet-e tennünk valamit annak érdekében, hogy előrelássuk a folyamatokat, és tudjunk arról gondolkozni, hogy mit hogyan fogunk elkövetni annak érdekében, hogy a végeredmény jobb legyen. Hát sok mindent lehet tenni, egy biztos, hogy egy nagyon fegyelmezett munkát kell végezni, és talán kicsikét szokatlan munkát kell végezni az agráriumnak, hiszen ilyen mélységű ellenzést, ami folyamatában nagyon komplex módon, átlátható módon teremti meg ennek a feltételét, nagyon kevés van. Azt bizvást jelentettem, hogy Magyarországon olyan komplex program ebben a pillanatban, sem működtetett program, sem tervezett, sem KFV program nincsen, mint ez a jelenlegi KFV projektünk. Egy nagyon fontos dolog ugye az, hogy nem csak műveljük az agráriumot, az agráriumi feladatokat, nem csak gyűjtjük az adatokat, hanem azzal valamit kell kezdenünk. Ugye nyilvánvalóan ezeket a hatásokat folyamatosan elemezni kell, döntéstámogató gondolatokat kell tudni megfogalmazni, döntéseket kell végrehajtani, és az eredmény vagy sírunk rajta, vagy nevetünk, meg dicsőlünk. Én remélem, hogy ez utóbbi lesz ebből a projektből. A feltételek mindenképpen adottak, akár a projektnek a szellemiségében, akár a műszaki feltételrendszerben. Mi minden kell ahhoz, hogy ebben az irányba tudjunk haladni? Megtörtént a terepi mérőműszerek beszerzése, biztosítottuk, hogy a terepi adatok eljussanak valahova. Létesült központi szoftveres rendszer, és ennek hatására nyilvánvalóan ott van az asztalon előttünk kiterítve, csak gondolkozni kell tudni, és be kell tudni avatkozni megfelelő pillanatban, jó permetezés technikát kell alkalmaznunk, és azt jó időbe kell elkövetni nyilvánvalóan. Elhangzott az előbb az SZTRH értékelés. Ez egy nagyon-nagyon fontos löket volt, én azt gondolom, projekt szempontjából mindenki megérthette, nem is volt kérdés egyébként, de nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy tényleg egy innovációs megoldás, és tényleg olyan figyelemre méltó, hogy ez mindenképpen megér egy jó minősítés. Ezzel kapcsolatban mi összeraktunk egy logikai folyamatábrát, amit így tudnánk bemutatni. Egyébként ez még kibővült nyilvánvalóan a fenológiai szakaszokban, az ATK-ban ezt kibővítette. De egy a lényeg, hogy ha ránézünk arra, hogy mi is a valós helyzet, itt középen van egy adatbázis, ebben gyűjtögetjük az adatokat, rendkívül sok adatot gyűjtögetünk. Itt struktúrált módon látszik, hogy a terepről özönelnek föl hatalmas mennyiségben, akár percenként, akár óránként, bármilyen más ciklussal az adatok. És az itt felhalmozott adatokat ugye előbb-utóbb fel kell dolgozni. Hogy hogyan kell feldolgozni, erre majd a következőben még kitérek. Csak tájékoztatásként, összefoglalva, csak nem 150 mérőműszer van ezen a területen kihelyezve, és 2800 paraméter minden ciklusban. Tehát azok az adatok, amiket 5 percenként mérünk, vagy 10 percenként, ezek özönlenek fölfelé. El lehet képzelni, hogy micsoda hatalmas kupac lesz az adatbázis, és el fogunk oda jutni, hogy ezt a kupacot fel kell tudni dolgozni, értelmezni kell. Ez olyan, mint a hamupipőke játéka. Ott a kupac, és minden benne van. De az, hogy abból mit fogunk tudni, és mit fogunk tudni használni, az rajtunk fog múlani, hozzáteszem, izzadságos egy munka lesz. Tulajdonképpen ez a mai rendezvény arról szól, hogy mutassuk meg, hogy az elmúlt évben mit követtünk el. A mi rendszerintegrátori szemléletünkkel felsorolom, és áttekintjük. Tulajdonképpen megvalósult az, hogy megteremtettük a feltételrendszerét, hogy a terepről feljöhessen ez a hatalmas, irdatlan mennyiségű adat. Ehhez kellett létesíteni egy Noravan hálózatot,
Szerencsére igénybe tudtuk venni a honvédségnek a tornyát, ez egy rendkívül szerencsés együttállás volt, és nagy segítség volt, hogy ezt meg tudtuk tenni. Máshogy is meg lehetett volna oldani, de sokkal izgatságosabb lett volna. Mit mutat ez az ábra? Itt a terepen rendkívül sok mérőműszer, ugye olyan számosság, amit az előbb mondtam. Van egy jó adatgyűjtő pontunk először, ugye ez a bizonyos korabban hálózatnak az adótornya, aztán ezeket az adatokat egy publikus szolgáltató a Telekomnak a hálózatán keresztül eltovábbítjuk az ERP informatikai rendszerébe, amelyhez nagyon jelentős segítséget adott az ATK, hiszen azt a szerverfarmot biztosította, ahol ezt meg lehetett tenni, illetve ehhez kapcsolódnak különböző munkállomások, különböző egyéb számítógépes alkalmazású számítógépes felületek. Ezeket az ábrákat már láttuk, tehát 23-ban két műszercsoportot üzembe helyeztük, mind a négy kultúrában, abban a számosságban, amiről szó volt. Szót kell ejteni külön a meteorológiai állomásokról, ebből 5 darab van. Miért kell 5 darab? Ugye? Tehát azért azt mindenki tudja, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat, bár most már más a nevük, adnak ki ők előrejelzést, meg mérnek is, igen ám, csak hogy azok nagy régiókra, nagy átlagokra vonatkoznak. Az, hogy pontosan azon a parcellán hogyan kell dolgozni, mit kell értelmezni, milyen viszonyok vannak, az sajnálatos módon meg kell mérni, mert az országos adatbázisokból elég részletességgel nem jutunk hozzá ezekhez az információkhoz. Akkor mit is tettünk még 2023-ra? Ugye az letelepített mérőműszerekből elindultak az adatfolyamok azokon a útvonalakon, amiket megalkottunk, és ugye ehhez az kellett, hogy legyen egy adatbázis, ahol be lehetett passzírozni ezt a hatalmas mennyiségű adatkupacot, és utána jönnek azok a részek, amivel tulajdonképpen dolgozni kell. Mik ezek? Ugye először is kell az, hogy távmérő adatokat be lehessen küldeni. Kell az, hogy monitorozott méréseket be lehessen küldeni. Kell az, hogy riasztásokat tudjunk generálni. Tehát, hogyha egy paraméter olyan adatokat, információkat küld nekünk, amiről tudjuk, hogy ott valami nincs rendben, akkor ezt meg kell mutatnunk az üzemeltetőnek, hogy tessék, itt van ez a probléma, menjék ki csinálni. Mindezek az alkalmazások mire jók? Arra jó, hogy döntést tudjunk előkészíteni, meg tudjuk mondani a gazdáknak, hogy Gyuri, figyelj, ez van, menned kell, ezzel kell foglalkozni. Gyuri gondolkozik, azt mondja, hogy jóvá hagyom, vagy nem hagyom jóvá, ezzel a feltétellel hagyom jóvá, de egy biztos, hogy végén keletkezik egy döntés, és a döntés alapján befolyásoljuk a majdani terméseredményt. Nagyon erős támogatást kapott a felső irányítási rendszer a térinformatikáról, és hogy mi is ez a térinformatika, ezt ezen az ábrán próbálom megmutatni. Ugye már említettem, hogy a növényi élettérnek két nagyon fontos pillérje van, felszín feletti élettér, felszín alatti élettér. Most, hogy ezeket össze lehessen fűzni, ennek minden pontját, minden vetületét, minden szakaszát, ahhoz kell egy olyan szoftveres feltételrendszer, ami ezt lehetővé teszi. Tehát látjuk, hogy a kukorica az tulajdonképpen egy pontszerű valami ebben a térben, de mi nem egy kukoricában, hanem kukoricák halmazáról beszélünk, a méréseknek a halmazáról beszélünk, ami nagyon sok rét lehet, tehát ugye látjuk, hogy földfelszín alatti mérőműszerek, meteorológiai spektrális műszerek, amik a föld felszíne felől szállítják számunkra az adatokat, a drónok, és még a műholdas rendszer is alkalmas erre a feladatra. Konkrét példával mit lehet csinálni ezzel a térinformatikával? Ez két különböző munkalap, amit most ugye, mivel itt nincsen ilyen területünk, ezért csak két külön lapként tudom megmutatni. Ugye érzékelhető módon látjuk azt, hogy van egy egész nagy parcellánk, ugye ez a nagy parcella, ami az egész gazdálkodási területet mutatja meg, azon belül van négy jól elhatárolható különböző négy kultúrának a területe, és azon belül pedig vannak a kialakított kisebb parcella részek. Ez az ábra éppen azt mutatja, hogy a felszíni domborzati viszonyoktól
függően, és a felszín alatti dombozati, illetve a talajtulajdonságok függvényében hogyan mozog a víz. Az a víz, ami csapadék formájában oda lehűli. Ezt jól tudjuk, hogy nem tud ellenkező víz, nem tud fölfele mászni, az mindig csak lefele csorog. De hogy milyen viszonyok vannak, azt megmutatja a térinformatika. És nem csak azt mutatja meg, hogy milyen irányba folynak ezek a vizek, milyen irányba szivárognak, hanem azt is, hogy hol gyülekeznek össze a felszín alatt. Ugye ez egy nagyon fontos, hiszen az élettérnek az egyik legfontosabb szelete, hogy a felszín alól felszedhető víz szállítja az élelmiszert a növény számára. Tehát kell tudnunk azt, hogy mi van a felszín alatt. Erre lehetőségünk van. Nézzük meg egy ábrát, fölbanyán szoknyája alá, mit az Isten bepillantottunk, mindenféle tervet gondolat nélkül. És azt mondjuk, hogy térinformatika segítségével, ugye nézzük meg, hogy mi is van a felszín alatt. Ugye látjuk, ez a színes ábra, az tulajdonképpen magát a domborzatot, a felszíni számunkra érzékelhető domborzatot mutatja meg. De hogy mi van alatta, azt ugye már csak a térinformatika és a mérések segítségével tudjuk megmondani. Hát akkor lebbentsük fel ezt a szoknyát, és nézzük meg ezeket a furcsa zöld vonalakat, ami nem egyéb, mint azok a mérőszondák, amiket elhelyeztünk a felszín alatt. És ezeknek a mérőszondáknak, amikor azt mondjuk, hogy ilyen-olyan tulajdonságokat mérünk, akkor tulajdonképpen, amit eddig nem láttak a gazdák, csak szenvedtek a hatásaitól, azt most láthatóvá tettük. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy milyen a talajszerkezet, hogy viselkedik a víz, az a víz, ami egyébként a szállító szalagja a növényi élelmiszer. Hát ezért fontos egy ilyen térinformatika alkalmazás. Olyan dolgokat tudunk láthatóvá és értelmezhetővé tenni, hogy eddig nem láttunk el. Miről is beszéltünk az előtt? A felszín alatti összegyűlökezésről, hogy a vizek hogyan tudnak mozogni a felszín alatt. Erre egy ékes példa, hogy egyébként drónfelvétel segítségével láthatóvá tehetjük azt, ami felül van. És sajnálatos módon ilyen vizes foltok a kultúrában is bőven előfordulhatnak, ami aztán ugye lehetetlenné teszi ott a jótányos eredményt, mert éppen belefullad a szegény növény a vízbe. Tehát ezeket a hatásokat kell figyelembe vennünk, és ugye ezeket a hatásokat érzékelünk el a felszín alatt is. Amit itt látunk, nagyon jelentős előrehaladás 2023-ban, az ERP beszerezte az ehhez szükséges drónokat, szakembereket képezett ki erre, és lehetővé vált az, hogy georeferált képalkotás történjen. Ez a georeferálás ugye megint csak a térinformatika alkalmazásával sikeres megoldás, és amiről majd nagy valószínűséggel a konzorciumi partner, a DMM, majd külön be fog számolni, hiszen ez az ő területük. Ezt csak azért mondom, hogy összefoglalva 23-ban a drónok beszerzése rendkívül fontos dolog. Na itt van egy olyan ábra, ami talán egy kicsikét magyarázat arra, hogy mivel is foglalkozunk így, miért kell informatikát, méréstechnikát, automatizálást és minden olyan dolgot végezzünk, ami egyébként alapjaiban távol áll az agráriumtól. Hát azért kell, mert a növénytermesztésnek ugye látjuk azt, hogy különböző fenológiai szakaszai vannak, ugye elvetjük a magot, aztán várakozunk, szépen növekszik, végén elhel van és megnyitjuk a termést. Közgazdasági szempontból ki mit érdekel, ugye az ERT-n ezt fogja érdekelni, hogy az év végén egyszer lesz termés eredmény, és akkor az most jó nekünk, vagy nem jó. Hát, hogy mitől lesz jó, vagy nem jó, az lekövethető ebben az ábrán. Ugye van egy fenológiai sor, azt látjuk, hogy nagyon sok ezek a kis pöttyök, kis geometriai formák, háromszögek, piros pötty, zöld, vagy kék négyzet, ezek mind különböző mérőműszereket jelentenek, ez azt jelenti, hogy mérjük ezt a töménytelen mennyiségű adatot, információt, és egyszer csak eljutunk oda, hogy ezekből az adatokból, információkból kiderül, hogy valamit csinálnunk kell, mert valami nincs rendben. Ugye, hol tudunk valamit csinálni? Természeti tényezőkben nem tudunk, azt mondtuk, hogy az nem tervezhető, kevésbé befolyásolható. A mesterséges oldalon viszont be tudunk avatkozni, és akkor tudnunk kell, ha be kell avatkoznunk, akkor mivel és miért avatkozunk be? Az, hogy ez egyébként, ez a beavatkozása sikeres vagy nem sikeres,
azt majd az ellenzésekből fogjuk megtudni. Ugye itt van egy átfutási idő, amit beavatkozok, a növény szegény reagál, akár egy nap alatt, két nap alatt, három nap, stb. Tehát valamennyi időt azért ad nekünk arra, hogy gondolkodjunk, csak nem biztos, hogy mindig van sok idő. És ugye ezért nagyon fontos egy ilyen informatikai rendszernek a létrehozása. Ha eljutunk addig a pontig, hogy bizonyos folyamatokat előre fogunk látni, akkor előre tudjuk saját magunkat figyelmeztetni, előre el tudjuk dönteni, hogy mit kell majd csinálnunk akkor, hogyha valamilyen téma bekövetkezik. Ebből a szempontból rendkívül komplex ez a program. És azt gondolom, hogy itt van az a nagyon nagy vízválasztó, ahol ugye az előbb azt mondtam, hogy nagyon nehéz a precíziós gazdálkodásnak kullogni az események után, és mi ezen változtatni szeretnénk. Nem utána szeretnénk kullogni, hanem előre szeretnénk látni. És ez már hasonlít az ipari termeléshez, ami ugye egy nagyon feszes és adott feltételekkel működő rendszer. Tehát figyelmeztetés, beavatkozás, ellenzés, ez egy folyamat. És ezért mondtam, hogy rendkívül fontos a fegyelmezett működtetés. Mert ha ebből valamit kihagy az üzemeltető, a ZRT, akkor már az ellenzésnek a végeredménye nem biztos, hogy annyira nagyon jó lesz. És akkor az évvégi termés eredmény nem biztos, hogy jó irányba tudom befolyásolni. Hogyha ezt az elemzésből következő döntés előkészítés, döntés sikerül, akkor virulás lesz belőle, ha nem sikerül, akkor hervadás lesz belőle. És ez pénzügyileg meg fog látszani az évi egyszerű termés eredmény. Ezek történtek 23-ban, de tudjuk, hogy még van technikai feladatunk. Ebből az egyik egy spektrális mérőműszerekhez dönthető speciális oszlopot kell készíteni. Ez éppen még a kísérleti fázis mutatja, de már annyira előre haladtunk vele, hogy ebben a termelési ciklusban ezek már a helyükről lesznek és mérhető adatokat fognak szállítani ebből a szempontból. És elérkeztünk az egyik legnagyobb feladatunkhoz, a permetezés vezérlésnek a kialakításához. Ugye egy nagyon jó berendezést vásárolt a ZRT, a permetezőgépet, de mit lehet kezdeni ezzel a permetezőgéppel? Ugye ez egy standard gyártmány, arra van, amire tervezték, nyilvánvalóan. Mi azonban mélyebb dolgokat szeretnénk vele elvégezni, és ehhez bizonyos dolgokat, informatikai, méréstechnikai, vezérléstechnikai feladatokat el kell végezni. Ez a munka előttünk van, folyamatban van, és azt gondolom, hogy mindahogy eddig is kiváló partnerekkel meg tudunk mindent oldani, ezért várjuk azt, hogy ez jól működjön. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.